Fennállásának 65. jubileumát ünnepli idén az ország egyik hivatásos néptánc együttese, a Duna Művész Együttes. Hogy mivel készülnek a május 18-ai gálaműsorra, azt hamarosan megtudjuk Juhász Zsolt művészeti vezetőtől. Köszöntjük a Duna Művész Együttes művészeti vezetőjét, Juhász Zsolt, harangozó Gyula díjas koreográfus, szervusz! Szervusz! Sziasztok! Eltelt 65 év, 57-ben alakult, 24 fős tánckar, 5 tagú zenekar, népi zenekar. Hát azóta biztos, hogy történtek változások. Menjük úgy stációnként gyorsan rajta végig, ha lehet egyáltalán. Hát igen, 57 előtt is volt az együttesnek egy kis előzménye, különböző amatőr kezdeményezések, de az igazi munka a belügyminisztérium felkérésére vagy pártjogatására gyakorlatilag az 57-ben Náfrádi László vezetésével indult el. Egy nagyon, hogy is mondjam, expresszív és egy nagyon lendületes kis csapat alakult akkor, akik nagyon szerettek volna világról szóló dolgokat létrehozni, színházat csinálni a néptáncból ők is. Ez már akkor cél volt? Akkor cél volt, igen, abszolút. Sőt, akkor még az is cél volt, hogy ne csak néptánc, hanem más mozgás. Akkor próbáltak úgymond társművészeteket behozni a néptánc színpadra. Náfrádi után egy darabig Somogyi Tibor vezette az együttest, ő is kiváló koreográfus volt, aztán ő a Talentumban volt művésztanár, Talentum együttesben sokáig. Utána Mosóci István nevét kell, hogy megemlítsem, ő egy nagyon meghatározó koreográfusa volt az együttesnek, ő gyakorlatilag mondhatni, hogy a 70-es évek táncház mozgalmának köszönhetően felerősödött ugye az autentikus néptánc tudás, és ő kezdett el nagyon autentikus koreográfiákat csinálni az együttesbe, egy nagyon erős korszak volt az is. Utána megérkezett Eddi Tibor, aki az Álma Népi Együttesnek volt korábban a szólistája, egyébként Kossuth díjas fafaragó művész, ő egy röpke 4 évig vezette az együttest. És mikor jött be egyébként ez a modern kortárs vonal? Mert hogy mondod, hogy az autentikus az felerősödött, de azért nektek ugye az az arcotok is erős, ami ezt a kortárs modern vonalat képviseli. Igen, pont az a korszak következik, mert Mucsi János vette, hát 92-ben rátapintottál a lényegre. Éreztem. És hát gyakorlatilag a rendszerváltással együtt jött ez a tánc szabadsága is, hiszen felerősödött a kortárs táncművészet különböző külföldi hatásokra, meg hát azért természetesen belülről is gerjesztődtek ezek a dolgok. Volt is igény rá? Abszolút volt rá igény, és akkor az együttesben hívott ilyen alkotókat a János, egy Kovács Gerzson Péter, Bozsik Ivett, vagy Földi Béla, de még argentin tangoztunk is abba az időbe, és ezeket próbáltuk ötvözni a néptánccal. Nagyon szép adások sikerettek belőle egyébként. Utána 2007-től, amikor János pedig elköszönt, akkor én vettem át az együttes, ez is már 15 éve. És akkor a gálára hogyan készültek, ugye ez azért egy nagyon szép évforduló. Minek ugye az a cím, hogy Emlékeink 65, tehát ezt foglaljátok egybe? Így van. Hát azért adtam ezt a címet, mert egyrészt
Én azt gondolom, hogy egy ilyen jubileum nem arról szól, hogy most mi feltétlen magunkat ünnepeljük, hanem a múltra emlékezzünk meg. Nekem az a lényeges, hogy azokat köszöntsük meg, és azokra emlékezzünk, akik kitaposták nekünk az utat, mert hiszen nem lett volna annak idején a Náfrendi vagy Somogyi korszak, vagy azok a meghatározott táncosok, mert ugye a táncművészekről ritkán beszélünk, nem lettek volna azok egy Nagy István, egy Péter Márta, vagy egy Bakcsi Katalin, vagy egy, még lehetne sorolni a névsort, ha ők nem lettek volna, akkor nem ülnék most itt, és nem beszélgetnénk a Duna Művész Együttesről. Úgyhogy nekem az az első, hogy és valóban azt gondolom, hogy ha mi ezt megtesszük, ezt a gesztust, hogy a múltat foglalkozunk, mert amúgy is a névtánc ugye a múltból gyökereződik, tehát folyamatosan azt próbáljuk meg tovább éltetni, és azt gondolom, hogy ha mi ezekkel a dolgokkal foglalkozunk, akkor a jövő nemzedék valószínű, remélhetőleg meg fog minket is becsülni, és van egy kontinuitás a dologban. Hát a május 18-ai műsorral rájuk emlékeztek úgy, hogy az ő koreográfiájukat elővezitek. Így van, tehát az Erdély Tibortól, a Mosóczi Istvántól, illetve Mucsi Jánostól lesz látható konkrét mű, konkrét koreográfia, amit felújítottunk a táncosokkal, illetve a Nemzeti Táncszínház is jubilált, és a Nemzeti Táncszínházzal 20 éves múltunk van gyakorlatilag, hiszen az első pillanattól kezdve ott voltunk. Minden évben minimum egy bemutatónk volt a Nemzeti Táncszínházban, és én elkészítettem egy montást ezekből a bemutatókból, hogy gyakorlatilag az elmúlt 20 év minden darabjából egy pici részlet bekerült, egy nagyon izgalmas játékot készítettünk. A végét pedig azért mégis a jelenbe zárjuk, a legutóbbi táncszínházi bemutatónk, ami szinte a Nemzeti Táncszínházban volt, a Hét Torony, az alcíme az volt, hogy Makavécz Imre emlékére, ennek az adásnak a záró képe fogja zárni a gálát. És az albumról mit kell tudni, mert hogy ugye erre a szép alkalomra egy könyvvel is készültök, ebben milyen emlékek kapnak helyet? Igen. Hát az 55 éves évfordulóra, már említettem a Péter Márta nevét, aki sajnos mázata nincs köztünk, készült egy nagyon-nagyon alapos dokumentálisan alapos könyv, és szerettünk volna az elmúlt 10-15 évről is azért, hogy legyen lenyomata, legyen nyoma a jövő nemzetéknek, és egy interjú kötetet, ami egy album is egyben, mert megpróbáltuk a fotókon keresztül az együttes arculatát is megmutatni, ezt készítettük most el közösen a kollégákkal, ezt Bába Szilvi ügyvezető igazgatóasszony, illetve én szerkesztettünk, és a közvetlen kollégákkal a Kutcegi Csaba, tánckritika.hu főszerkesztője, ő logisztikázta az interjúkat, tehát ők vezették le két kollégájával. Én azt gondolom, egy nagyon szép könyv lett belőle. A könyv bemutató az előadás előtt lesz 17:00, tehát ott a Nemzeti Táncszínházba be is mutatjuk a könyvet. Zsolt, nagyon-nagyon szépen köszönjük, hogy eljöttél hozzánk, és hát a május 18-ai bemutatóra, a gálaműsorra pedig hát egy kalappal kívánunk neked is az együttesnek. Színházi nyelven, igen, köszönjük. Köszönjük szépen.